Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, többszörös lehetőséget, azt, hogy itt lehetek Kőszegen, és itt lehettem a Kőszegi Intézet előző intézményeinél is, Szombathelyen és itt is. Egy olyan csapatra sikerült itt találni, mind történész kollégáknak, itt a Mátai Mónika, Trádler Henrietta, itt a Mizsei Zoli zenészek, irodalmárok, akikkel különben nem biztos, hogy megismerkedtem volna, vagy legalábbis ilyen alaposan nem ismerkedtem volna meg. Megismerkedtem természettudósokkal, megismerkedtem olyan külföldi kollégákkal, akivel biztos másképp nem ismerkedtem volna meg. Tehát ez a mikrokörnyezet egy széles horizont élvezésére is ad lehetőséget, és ezért nagyon hálás vagyok, és hálás vagyok azon, hogy másodszor tarthatok előadást a Tudomány a kocsmában sorozatban. Mit is takar ez a kicsit titokzatosnak tűnő cím? Ahogy már Feri említette, a tézise nagyon egyszerű ennek a bevezetőnek, a múlt végtelen. Ugye minden, ami egy perccel ezelőtt volt, az is már a múlt, de valamilyen módon ebből a múltból különböző történetek születnek arról, hogy mi is volt. És tehát így a múlt és a jelen között különböző hidak épülnek, és ezek között a hidak közül csak az egyik a tudomány, amit itt néhányan művelünk, és a tudománynak megvannak a maga szabályai. De ne higgyük azt, hogy azok a történeti képek, amik bennünk vannak, azok csak a tudomány eredményeként, a tudományos munkásságok, publikálása, előadások más formában, tehát terjesztése révén kerülnek el, hanem más formában is, így a politika nehezen tudna megélni a múltra hivatkozás nélkül. Hiszen amikor egy új politikai erő kerül előtérbe, valahogy pozícionálnia kell magát. Én olyan vagyok, mint X volt, de olyan nem vagyok, mint Y volt. Ez sokkal többet jelentett egy adott közegben, mint hogyha egy sokoldalas részletes programot terjeszt elő. A politikai programokban nagyon gyakran vannak olyan történeti hivatkozások, amely persze nem mennek olyan részletekbe, mint a történészek, de nagyon világos utalásokat tartalmaznak. Világos sztereotípiák élnek egy adott közegben arról, hogy Kossuth azért egész más volt, mint Széchenyi, Deák egész más volt. Ha valaki ezekre rájátszik politikusként, ha jól csinálja, akkor ezt nagyon a jó eredményeket érhet el. De hát másik szintje a múlt és a múltból a történelem alkotásának az oktatás, hiszen valamilyen módon történeti tudatot alakítunk ki a gyerekekben, és hát mást kell az ötödikes általános iskolás gyereknek a múltról előadni, és mást kell előadni egy egyetemistának. Tehát az oktatás is formája, és legalább ilyen módon a kollektív és az egyéni emlékezet. Hiszen mindannyiunknak vannak saját egyéni emlékeink, amiből a saját történetünket megkonstruáljuk, és ennek van egy kollektív módja is, hiszen a saját is közösségünknek a története, az ájászka múltjából konstruál természetesen egy történetet. Na most azonban, mielőtt tovább megyünk, fogalmakat kell tisztázni. A történésznek olyanok a fogalmak, amint egy építésznek mondjuk a tégla, vagy a talán még jobb példa, hogy azt mondjuk, hogy a múltnak a különböző elemeit tekinthetjük a téglának, és akkor amivel összeáll a sok tégla valamilyen építményé, ahhoz kell habarcs. Na most ezt valamilyen módon ezeket össze kell rakni, és valamilyen módon el kell dönteni, hogy milyen formájúak is legyenek ezek a téglák. És ez elkerülhetetlen, világosnak tűnő fogalmak nélkül. De a fogalmakkal nagyon nagy baj van. Hiszen gondoljuk végig, hogy mondjuk a 20. századi politikai rendszerek leírására általában három nagy fogalmat szoktunk használni. Azt mondjuk, hogy demokratikus, autoriter vagy totalitárius, diktatórikus. Most ez olyan, mintha az orvostudomány azt mondaná, hogy az egészségnek három formája van. Vannak egészségesek,
vannak nem egészségesek, és vannak gyengélkedők. Ugye, tehát ahhoz, hogy a testnek az állapotát meghatározzuk, ahhoz sokkal mélyebbre kell menni. De mégis a hétköznapok szintjén csak azt látjuk, hogy valaki nagyon beteg, vagy kicsit beteg, de az az orvosnak a feladata, hogy pontosan megmondja, hogy mi is a baja. Plusz még ugye a fogalomalkotásnál bármennyire is elvágólagos téglákat próbálunk forrásként használni, ezeket a forrásokat vagy sikerül megvizsgálnunk kritikailag, hogy tényleg az adott múltnak egy bizonyos elemét tükrözik-e, vagy nem. Mi lehet az akadály? Valamilyen érték mindannyiunkban van, tehát valamilyen értékrendszer alapján dolgozunk. Ezt az értékrendszert belénk nevelték, a tapasztalataink tették belénk, tehát valamilyen módon ez is formált minket, tehát sohasem valamilyen elvont, absztrakt történeti konstrukciót építünk fel, hanem számtalan elemből tevődik össze. Ugye ugyanúgy, ahogy az épület összeáll a téglából, a habarcsból és a mérnöki tudásból, ugyanez van a történészeknél is. Ugye szükségesek a források, szükségesek a fogalmak, és szükségesek az elmélet és a módszertan megfelelő elemei. Plusz de az épületeket is általában összehasonlítjuk egymással. Nem csak azt mondjuk, hogy itt jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, azt mondjuk, hát az nekem sokkal jobban tetszik. Na most ugyanezek az összehasonlítások befolyásolják a történeti gondolkodást is. Na most egy másik eleme ennek a múlt és történelem közötti útnak, hogy el kell határoznia akár a politikusnak, akár a történésznek, akár az oktatónak, hogy milyen térben és milyen időben prezentálja a múltnak valamilyen szegmensét. Hiszen lehet egy nagyszerű könyvet írni egy falu egy napjáról, és lehet egy borzasztó rossz könyvet írni a világegyetem történetéről úgy általában. De fordítva is lehetséges. Lehet egy fantasztikus 150 oldalas világtörténetet írni, és lehet egy borzasztó rossz könyvet írni egy adott kisközösségnek egy rövid idejéről. Két szerzőre utalnék itt. Mostanában nagyon divatos ez a Harari nevű izraeli szerző, aki nem csak a múltból írt történetet, hanem a jövő történetét is megírta, tehát érdemes, nagyon érdekes. Valamint egy sajnos már elhunyt kollégámnak a példájára hivatkozom, Spira Györgyre, aki mintegy 3 évtizedet foglalkozott 1848. március 15-ének a történetével, nem csak abban, de elsősorban ebben, és ebből épített föl egy történészi munkásságot. De közeledjünk még más oldalról is ugyanehhez a témához. Hogyan is válik szükségessé az, hogy foglalkozzunk a múlttal? Mert arról beszéltünk, hogy hogyan teremtődnek ezek a történetek, de miért teremtődnek egyáltalán ilyen történetek? Miért olyan fontos ez nekünk? Van egy amerikai történész, úgy hívják, hogy David Löwenthal, aki egy számomra nagyon szimpatikus fogalomrendszert vezetett be, és azt mondta, hogy nem igazán jó ez a magyar kifejező, hogy a múlt megkívánása, de hogy miért akarunk a múlthoz fordulni, itt erről van szó. És azt mondta, hogy hát ennek sok oka lehet. Politikai oka lehet az, hogy mondjuk jön egy új rendszer egy politikai válság után, vagy akár nem válság után, hanem csak valamilyen evolúciós úton, és ez definiálni akarja magát, meg akarja határozni a saját identitását. Valamilyen módon legitimitást próbál teremteni magának, és hát ehhez azt mondja, hogy hát én azt a történeti vonalat folytatom, amit az elődeim megpróbáltak megszakítani. Hát ugye gondolj be, hogy ki lehet tépni egyes időszakokat a történelmből, vagy nem. Mondjuk, hogy 1918-19-et ki lehet-e emelni a nemzeti történelmből, és azt mondani, hogy akkor ez most nincs, vagy a kommunizmus 40 évét. Tehát ez amikor meghatározza magát egy politikai rendszer, akkor viszonyul valamilyen módon a múlthoz, és ezért a saját legitimitását a múlthoz fordulva próbálja
helyre tenni. De hát egészen más oka is lehet ennek, például mondjuk az igazságszolgáltatás, hogy a minden rendszerben általában vannak sérelmek. Vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy sérelmeket szenvedtek el, hát akkor valahogy igazságszolgáltatást kell nekik nyújtani. De nem csak a szó büntetőjogi értelmében, hanem a szónak mondjuk az ideológiai, meg erkölcsi értelmében is. Akkor itt is lehet arra hivatkozni, hogyha mondjuk az az igazságszolgáltatás nem felel meg a büntetőtörvénykönyv megfelelő pontjának, akkor a múltra lehet hivatkozni, hogy a múlt legitimálja azt, ami történik. Hogy egy nagyon aktuális példát hozzak, amikor megkérdezték Mécs Imrét, aki a 30 évvel ezelőtti rendszerváltó tárgyalásoknak egy alakja volt, hogy hát többen mi adta a legitimitását a csapatnak, aki a kommunista kormányzattal ugye megtárgyalta az átmenet lehetőséget. És akkor azt mondta, hogy hát tessék megnézni, ezt a magyar nép szabadságszerető hagyománya legitimálja, ami abban dokumentálódott, hogy 1989. június 16-án 200 ezer ember volt ott Nagy Imrének a temetésén. Ez nem a szónak a jogi értelmében vett legitimálja, hanem egy történeti értelmében egy hagyományra való hivatkozással. De a múlt nem csak politikai okokból kerülhet előtérbe, mondjuk vagy például a restitúció mondjuk ugye egy rendszerváltás után, hanem tudományos kulturális eredmények révén is, és az előadás többen arról szól, hiszen most még csak a bevezetőnél tartunk, hogy ilyen esett tanulmányokat próbálok felhozni. Hát ilyen mondjuk, amivel volt alkalmam részt venni egy-két évig, ilyen a közterületek elnevezése. Ez egy borzasztó érdekes esettanulmány, hiszen itt találkozik a tudomány, a politika, a közemlékezet, az oktatás, mint csebben a tenger tükrözi egy társadalomnak a viszonyát a múlthoz, a múlt és a különböző történetek közötti lehetséges kapcsolatokat. Talán néhányan emlékeznek rá, hogy 2012 végén úgy döntött a parlament, hogy az önkényuralmi rendszerekhez kapcsolódó közterületi neveket meg kell változtatni. Még egy határidőt is adtak rá, és azt mondták, hogy ha valakiben bizonytalanság van, tehát egy helyi önkormányzatban bizonytalanság van arról, hogy hát akkor az a név kapcsolódik-e önkényuralmi rendszerhez, vagy hát akkor forduljon bizalommal a Magyar Tudományos Akadémiához, és létre is jött, aztán különböző áttételek révén egy kis háromtagú bizottság, aminek az egyik szerencsés tagja voltam, aztán egyedül is maradtam benne egy ideig, tehát egy nagyon tanúságos dolog volt. Na most azt hinnénk, hogy ez egy egyszerű dolog. De hát például gondoljunk arra, hogy csak két példát mondjak, úttörő. Az ugye, hát akik az én generációmhoz, vagy kicsit fiatal, az nyilván hát az a kommunista rendszerhez kapcsolódik. De hát önmagában az, hogy úttörő, hát azért az nem képez le egy önkényuralmi rendszert. Na most ezt nehéz eldönteni. Vagy hogy horribile dictu, hát meg kell kérdezni, hogy mondjuk, hát Nagy Imre, kötődik Nagy Imre önkényúr, hát persze, hogy kötődik önkényúr, de ugyanakkor az érdemeit meg törvénybe iktatták. Szóval itt azért ezek nem ilyen egyszerűek, vagy nagyon sok helyi vonatkozású kérés érkezett hozzánk, tehát hogy XY, aki mondjuk 26 évig volt pártitkár, és a halála után elneveztek róla egy utcát. Na most ott az a község úgy emlékezik rá, hogy ő mindig minden forrást megszerzett a pártközpontból, meg ő építette a csatornát, a szemétégetőt, a minden nagyszerű ember megérdemli. A szomszéd faluba viszont gyűlölték, mert minden forrás a befolyása révén elszívott, és akkor, hogyha A faluban, akkor ő a hős, a B faluban pedig az önkényuralmi rendszer legkellemetlenebb és legutálatosabb helyi képviselője. Tehát nem volt egyszerű dolgunk ebben dönteni. Na most szeretnék egy pár személyiségre is kitérni, akik nagyon sokat tettek azért, hogy
kreatív utak szülessenek a múlt és a történelem között. Nemeskürti István, akinek a könyvtára itt van most nálunk, és remélhetőleg mielőbb hozzáférhető, jól kutatható formában lesz. Talán emlékeznek rá, megint az ilyen érettebb generáció, mint ahhez én is tartozom, hogy a 60-as, 70-es években rendkívül érdekes könyveket tett közzé, a részben a török hódítással kapcsolatban, részben pedig a Magyarország második világháborús szerepéről. A török uralommal foglalkozó könyvének az az Ez történt Mohács után, és azt a tézist fejtette ki, hogy az akkori elit nem tudott egymással együttműködni, ennek köszönhető az Mohácsi csata, az összeomlás. A Requiem egy hadseregért című könyvében pedig először próbálta a második világháborús magyar részvételt nem a nagy politika szempontjából, hanem a sokat szenvedő egyszerű katonák szempontjából bemutatni. Ott a munkásságát sokféleképpen értékelték a történész szakmában, és ez most nem az előadás tárgya, ám de neki köszönhető az, hogy ez a két téma nagyon kreatív és nagyon sikeres történettudományi munkáknak is a tárgya lett. Na most hogyan kapcsolódik vajon az ő munkássága az akkori politikai rendszerhez? Hát ugye voltak, akik azt mondták, hogy mind a két könyv és a munkásságának még elég nagy része az a kie a mindenkori hatalom és a nép közötti kiegyezésre igényét veti fel, de ugyanakkor mások meg azt mondták, hogy hát ez egy fantasztikus, bátor munkák, hiszen a mindenkori elitet kritizálják, és hogy az elit nem tudott a mindenkori alapproblémákkal foglalkozni. Rendkívül érdekes viták alakultak ki például, mert aztán ebből tévésorozatok is lettek, hogy most a második világháborúban meghalt magyar honvédeket hősöknek vagy áldozatoknak kell tekinteni. Egyáltalán hol van a határvonal hős és áldozat között? Hiszen nem hőstetteket hajtottak végre nagyon sokan, de lehet-e egy rossz ügy érdekében lehet-e hőstettet végrehajtani? Nincs rá egyértelmű válasz, de épp az volt a cél, hogy vitatkozzanak, gondolkozzanak az emberek erről. Általában a tudománynak egy nagyon fontos eleme az, hogy nem arról szól, hogy keressük, aztán megtaláltuk az igazságot, hanem hogy próbáljuk megközelíteni a valóság komplexitását. Egy egészen más példa, hogy ne csak magyar példákat hozzak. A holokausztért való felelősség, nem csak egyén, hanem egyetemes felelősség, az a 1960-as évek elejéig a nemzetközi mondjuk politikai és tudományos diskurzusokban eléggé háttérbe szorult. És 1962-ben egy akkor fiatal ember, Rolf Hochhuth írt egy drámát, amit egy Piszkátor nevű rendező vitt Hamburgba színpadra, és 12. Piusznak, aki a holokauszt idején a pápa volt, a dilemmáját egy dráma formájában mutatta be. Hihetetlen hatás. Tehát az, hogy elkezdték a holokausztért való felelősséget kutatni, ez a szerény fiatalember munkájának a nagy részben ennek köszönhető. Hihetetlen visszhangja volt, számos történész mozdult rá erre a témára. De ha tovább megyünk, ugyanebben a témakörben már kicsit később, ő nem egy történész, hanem egy politológus volt, illetve van még, hál' is, bocsánat, van, Daniel Goldhagen, aki jóval később, 1997-ben jelentetett meg egy könyvet, ami egészen hihetetlen hatással volt. A Harvardon volt politológus, ez volt a disszertáció, és az volt a címe, hogy Hitler szándékos hóhérai, ugye az egyszerű németek és a holokauszt. A könyv két részből áll, az első része egy mondjuk eszmetörténeti összefoglaló, a második része pedig egy úgynevezett
Einsatzgruppének, tehát egy olyan csoportnak a mindennapjait írja le, aki még a táboroknak a megszervezése előtt, elsősorban Lengyelországban, szabályos szervezettséggel napi 8 órán át gyilkol. Tehát az volt a feladatuk, hogy egyes falvaknak a zsidó és a ellenállóként feltételezett tagjait megöljék. És ezt próbálta megírni, ugye abból a egyik oldalon arra utalva, hogy ez a Luther óta a német társadalomban jelenlévő antiszemitizmusnak a következménye. Ez volt az egyik, tehát ezért van ez az eszmetörténeti bevezetés. A másik oldalon pedig, hogy mire képes az ember. Hogy mire képes az ember, tehát ugye ez már egy másik nagyhatású könyv után van jóval, a Hannah Arendtnek az Eichmann Jeruzsálemben című könyv, amikor az Eichmann pert kommentálta Hannah Arendt, és ő a gonoszság banalitásáról írt. Most ez a maga módján, ez a könyv is ehhez járult hozzá, hogy hogyan lehet a legszörnyűbb dolgokat a leghétköznapi módon művelni. Most az a hihetetlen, általában nagy titok, hogy hogyan is válik egy tudományos mű széles körben olvasottá, hogy számtalan nyelvre fordították le, és hol volt a könyvnek a legnagyobb sikere? Németországban. Olyan előadásokat tartott Goldhagen Németországban, hogy stadionok voltak velette, stadionok. Hát most, hogy van ez, kérdezhetjük? Hát a németek felelősségéről beszél, de kik főleg az ő kortársai, tehát ő valamilyen fiatalabb, mint én meg 69 vagyok, tehát ez a generáció már próbálta elhatárolni magát a szülők, meg a nagyszülőknek a generációjától, és ez a kritikus múltszemlélet egy ilyen megtisztulást jelentett azoknak az embereknek, akik ünnepelték Goldhagent. Az érem másik oldala, hogy a szakma, a történész szakma szinte kivétel nélkül keményen kritizálta a forráskezelését, az argumentációját, mindenit, de mégis mondjuk több példányt adtak el ebből a könyvből, mint mondjuk 50 nagy monográfiából 10 év alatt. Szóval sose lehet pontosan megtudni, hogy minek milyen hatása lesz. Érdekes különben, hogy a szerző a sikeren felbuzdulva további könyveket írt, például a 12. Piusról is, visszhang minimális. Tehát egy adott pillanatban ez működött. Na most egy másik, hogy hogyan kerülnek és hogyan lehet különböző módokon feldolgozni a múltat, a szórakoztatói ipar is ebben nagyon fontos szerepet játszik. Ilyen, sokszor nézzünk meg ilyen történeti témákra hivatkozó darabokat, és ez az amerikai szerző ugye Heil Hitler címmel, tehát hogy ez ugye rá rímel a Heil Hitlerre, hogy Heil Hitler címmel, tehát azt írta meg, hogy a szórakoztató iparban hogyan lehet Hitler sztár. És egyáltalán, hogy hogyan lehet egy ilyen elképesztő gonoszságú és az emberiségnek ennyi bajt okozó ember egy sztár. Hát a mai napig, hát évente több tucat könyv jelenik meg Hitlerről. Ebbe az egész problémakörbe próbált belemenni, és itt szeretnék most, ha sikerül megmutatni egy musicalből egy részletet, aztán majd elmagyarázom. De kicsit nagyobbra lehetne a képe? Nem. Az nagy baj. Na most így jó. Na de nem megy a film. Tessék, de ne, hiába kattintunk rá, ez volt. Na most. De itt megy, itt meg nem. Na ez az. Na most majd. Mindjárt elmagyarázom.
Figyeljük a közönséget. Az egy kolbász. Figyeljünk a közönséget. Ez egy kicsit hosszú, de nagyon tanulságos. Tehát springtime for, tehát tavasz ugye Hitlernek és Németországnak, és winter for Poland and France, tél Lengyelországnak és Franciaországnak, de majd a többi rész. Na most figyeljünk. I was born in Düsseldorf, that's why they call me Rolf. Come and join the Nazi party. Na most figyeljünk, hogy mit csinál a közönség. Ezek a producer. Majd hirtelen lesz egy pont, ahol megváltozik minden. A vaskereszt van a nőnek a mellén. Most figyeljünk. Azt mondja, hail myself, éljen magam. Na most figyeljünk, hogy jönnek vissza. Na most már nevetnek. Na most elég lesz. Mindjárt elmesélem. Jó, oké. Na most ez eredetileg egy film, ez volt a 20. század, vagy a 20. század második felének az egyik legsikeresebb amerikai musicalje. Az a címe, hogy a producerek nálunk a Madách Színházban is bemutatták. Na most mi a kerettörténet? Eredetileg nem egy színpadi musical volt, hanem egy film. Ez a filmből is van. Nagyon leegyszerűsítve arról szól a történet, hogy két producer, azért az a színházi producer, azért az a producerek nagy bajba vannak, mert nem megy a színházuk, és megpróbálnak kitalálni valamit. Jön egy könyvelő, aki azt mondja, hogy itt katasztrófa van, itt mindenkit el kell bocsátani, csak valami jó ötlet segít. És akkor, hát akkor úgy lenne, hogy mi elkezdenénk pénzt gyűjteni egy nagy produkcióra, amire azt fogjuk ígérni az embereknek, hogy hatalmas kasszasiker lesz, és aki beszáll, az majd rengeteget kasszál rajta, de titokban azt mondja, hogy egy olyan témát próbálnak találni, hogy az első alás után betiltsák. És akkor azt mondhatják, hogy nem kell visszaadni a pénzt, mert ugye betiltották a darabot, és akkor nincs mit tenni. És ezért kitalálják, hogy Hitlerről fognak csinálni, ez ugye 60-as évek vége, Hitlerről csinálnak majd egy musicalt, és akkor az biztos be fogják tiltani. Na most
pehük van, mert az ellenkezője történik, hatalmas siker lesz, és ez a filmrészlet nagyon jól mutatja be, a több dolgot is bemutat. Egyrészt bemutatja, hogy ez a közönség először úgy reagál erre, ahogy elvárható mondjuk a 60-as években, hogyha Hitler megjelen, meg egyáltalán náci Németország, az nem, abban nem lehet szórakozni, szóval abban nem lehet játszani. De van egy pillanat, amikor a horror humorrá változik, és ez egy megváltó pillanat. És ezt mutatja meg, hogy amikor Hitler egy ilyen nevetséges figuraként megjelenik, akkor azok, akik előbb elmentek, azok most jönnek vissza, és úgy érzi, hogy most már túl vagyunk rajta, tehát minket nem fej, most már lehet rajta nevetni. Most a másik, amit megmutat a történet egy musical formájában, hogy hogy lehet, hogy egy társadalomban, egy kulturált, civilizált társadalomban hitlerek és nácizmus keletkezhet, és erről szól az első szakasz. Németországnak problémái voltak, micsoda szomorú történet, amikor ott azok a nők ott az elején népviseletben táncolnak, erre hivatkozik. Egy új vezetőre volt szükség, hogy régi dicsőségét helyreállítsa, hol volt, és megtaláltuk. És akkor ugye ezeket az egyszerű emberekre is mutatja, hogy hogy hat ez a szinte misztikus erő, ami a nácizmusból sugárzik, de utána túl vannak rajta. Szóval ez, és ebből aztán színpadi, a Broadway-en sokáig játszották, 5 évi 200 előadást ért meg a Madách Színházba, 2005-től 10-ig játszották a Madách Színházba, 68-ban mutatták be a filmet, és a 90-es évek végén a Broadway-en. Ez nem volt világsiker, erről soha az életben nem volt. Hát 40 évet éltem Amerikában. A Broadway, de bizony Isten siker volt, bizony Isten siker volt. Hát annyi mindent játszanak a Broadway-en, de ez, hát legalábbis a... Na most ugye ez egy jó példa, na most ez egy remek példa volt, amit a hölgy mondott arra, hogy hogyan lesz a múltból történelem. Én olyan forrásokat szedtem össze, hogy a 20. századi musicalek történetében ez egy meghatározó valami volt. Ő olyan forrásokra támaszkodott, ami szerint nem volt, teljesen rendben van, ugye ez is egy szakma, különböző történetek, elbeszélések találkoznak egymással. Na most menjünk tovább, tehát ezek a múlt és jelen közötti, múlt és történelem közötti utakban. Két sajátos egyéniségre utaz, mind a kettő német, ő a Jörn Rüzen és ő a Wolfgang Schivelbusch. A Schivelbusch inkább egy újságíró, a Rüzen pedig inkább egy filozófus. Na most az köti őket össze, hogy egy sajátos, ironikus megközelítési módot alakítottak ki a történelem, a múlt és a történelem között. A Schivelbusch avval vált ismerté, hogy írt egy olyan könyvet, hogy a veresség kultúrája. A veresség kultúrája, aminek az a tézise, hogy a történelmet a történeti vereségekből, katasztrofális csapásokból nem feltétlenül a győztes jön ki sikeresen, hanem a vesztes. Hogy a veszteségből többet lehet tanulni, mint a győzelemből, és három példát elemez részletesen, az amerikai polgárháborút a dél szempontjából, a porosz-francia háborút a franciák szempontjából, és az első világháború kimenetelét a németek szempontjából, és leírja, hogy a mentalitásra, kultúrára, gondolkodásmódra az ő sajátos megközelítése szerint miért lehet többet tanulni. Tehát ez is mutatja, hogy nem csak a múlt heroizálásával lehet történeti narratívákat előállítani, hanem a vereségeknek a megfelelő kontextusba helyezésével szintén. A Rüzen pedig egy nagyon csavaros észjárású tesz, aki filozófusként forrásokként 20. századi
események tükrözésére a karikatúrákat, meg ilyen ezeket a szoktak lenni ilyen újságokban, amikor ilyen kis karikatúrákban kis történetek vannak, ilyen kis történetek. Tehát ezekből próbált nemzeti mentalitásokat, meg történeti narratívákat kialakítani rendkívül érdekes módon. Tehát ezek különböző módok, amit a múlt és történelem között, de most ennek van egy intézményes formája is. Tehát elsősorban politikai megfontolásból nagyon gyakran kialakul, hogy intézményeket hoznak létre bizonyos történeti narratívák kialakítására, és erre hoznék föl egy-két példát. Az első az úgy hívják, hogy Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata. Ez úgy keletkezett, hogy a 90-es évek második felétől körülbelül 10 éven át Németországban rendkívül nagy viták voltak arról, hogy Berlinben milyen holokauszt emlékművet építsenek. Gondoljunk arra, hogy nálunk milyen sok vita volt a szabadságtéri német megszállás emlékművet, ott ennél sokkal több vita volt, sokkal hosszabb ideig. És végül is megépítették ezt az emlékművet, de utána nagy politikai viták kezdődtek arról, hogy rendben van, de mi van a németeknek a szenvedéseivel? Mi van abban a 10-12 millió némettel, aki a II. Világháború utolsó szakaszán meg azt követő időben is el kellett hagyni a szülőhelyét, szenvedett. Mi azok, akiket igazságtalanul ítélt, vagy a közvélemény szerint igazságtalanul ítéltek el, azoknak is kellene valamilyen emléket állítani. Megint nagy-nagy vita, és a végeredmény az, hogy ne egy épületbe emlékezzünk erre, hanem, és ne csak erre az egy problémára, hanem hozzuk létre az Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózatát, és erre a német és a lengyel kormány, akkor ez 2005 körül vagyunk, német és lengyel kormány vevő volt, és létrehoztak egy nemzetközi szervezetet, amibe belépett Magyarország és Szlovákia is, akkor később Románia is. Elsősorban a lengyelek állják ennek a pénzügyi oldalát, kisebb részben a lengyelek és a többi tagállam. És az a célja, hogy a 20. századi autoriter és diktatórikus rendszerek által okozott traumákat segítsen feldolgozni. Hogyan lehet, támogat konferenciákat, támogat filmeket, támogatja könyveknek a kiadását, támogatja diákoknak a cseréjét, tehát például diákutakat szervez olyan területekre, amit mondjuk különböző országok történeti jogon a saját magukénak éreznek, és akkor ott szemináriumokat tart. Tehát nagyon azon gondolkozik, azon törekszik, hogy ez a célja, hogy valamilyen módon hozzájáruljon a megbékéléshez ezeknek a autoriter rendszerek által okozott traumáknak a feldolgozásához. Hogyan lehet ezt sikeresen csinálni? Nagyon nehezen. Például azt mondták, hogyha van egy emléknapja a holokausznak, akkor legyen egy általánosabb, egy nagy általános emléknapja általában a totalitárius rendszerek által okozott katasztrófáknak, és kitalálták, hogy ez legyen augusztus 23-a, a német 39-es német-szovjet meg nem támadási szerződés aláírásának a napja. Eurókba százezrek mentek bele, sőt hosszabb távon milliók mentek abba, hogy ezt bevigyék az európai köztudatba, hogy van egy ilyen kollektív emlékezeti dolog, békéljünk meg egymással, mert a sztalinizmus ugyanolyan rossz volt, mint a hitlerizmus, itt van egy nagy szimbolikus pillanat, amikor kezet nyújtanak egymással, emlékezzünk meg erről a napról egész Európában mindenhol. Nem működik. Annak ellenére, hogy a jó akaratot nem lehet megkérdőjelezni, valahogy az érintett társadalmak nem tudják befogadni. Mindig az az ellenérv, ami felmerül, hogy relativizál egy
ünnep relativizál, mert az én sérelmem nagyobb, mint a te sérelmed, és pont amit ez a szervezet el akar érni, hogy közös európai emlékezet legyen, ami ugyanolyan negatívnak tartja az egyik színű diktatúrát, mint a másikat, ez egyelőre nagyon nehezen működik, de nem adjuk föl. Egy másik hasonló, és ez az utolsó ilyen nagyobb témakör, az igazságszolgáltatás és a törvénykezés viszonya a múlthoz. Először 1990 körül Franciaországban vezették be, fogadta el a parlament törvényként azt, hogy a holokauszt tagadása büntetendő cselekmény. Ezt több ország követte, és aztán egy következő pontként, szintén Franciaországban elfogadta a parlament azt, hogy az örmény népirtásnak a tagadása is büntetendő cselekmény. Na most erre egy nagy mozgalom indult, mint társadalom, mint történészek között, mondván, hogy milyen jogon avatkozik be az állam a történelem felfogásába. A török kormány részéről jött egy olyan felvetés, hogy akkor ők pedig felhívnák a figyelmet arra, hogy Franciaország miket művelt Algériában, és hogy aki tagadja, hogy az ugyanolyan súlyú bűn, történeti bűn volt, mint az örmény, örményekkel elkövetett, szemben elkövetett atrocitások, az legyen büntetendő. Tehát, és még sok ilyen sérelmet lehetett előhozni. Egy Pierre Nora nevű francia történész 2005 körül, mikor már sok ilyen esemény volt, megindított egy mozgalmat, avval a címe, hogy szabadságot a történelemnek. És akkor azt mondta, hogy a történelem nem vallás, a történelem nem erkölcs, a történelem nem a jelen szolgálója, a történelem nem emlékezet, a történelem nem igazságszolgáltatás, és ezt most már lassan 2000 történész a világ különböző részeiből írta alá. Vitatható, nagyon-nagyon vitatható, ugye, hogy a történésznek kell-e erkölcsi szempontokat is érvényesítenie a munkássága során, vagy nem. Szembe kell, tekintetbe kell vennie vallási szempontokat, egyáltalán kiszolgálója lehet-e, segítője lehet-e valamilyen módon a történész az igazságszolgáltatásnak. Elkerülhetetlen, hiszen számtalan olyan eset van, amikor történész szakértőt kérnek fel arra, hogy foglaljon állást, gondoljunk azokra az esetekre, amikor a náci középszintű káderek, akik sokáig éltek, azok elbújtak Dél-Amerikában, előbb-utóbb előkerültek, és akkor különböző bíróságok megpróbálták felelősségre vonni őket, és itt szükség volt a történészek szakértelmére. Elmondanék a dolog komplexitását, ismertetendő, elmondanék egy nagyon konkrét esetet, ez az úgynevezett oradúri tragédia. Az történt, hogy a normandiai partraszállás után, ugye az 44. június 6-án a németek zavarba voltak. Hosszú annak a története, lényeg az, hogy el kellett kezdeni visszavonulniuk, és ez eléggé szervezetlenül zajlott. És június 9-e körül az egyik ilyen csapat, az ebbe az Oradour nevű községbe jutott, amikor azt a hírt kapták, hogy az ő, tehát egy magasabb szintű vezetőt, nem csak ennek a csoportnak a vezetőjét, egy ilyen regionális szintű német vezetőt, a helyi partizánok elkapták és meggyilkolták. Pontosabban nem volt egyértelmű, hogy lényeg, hogy nem volt meg. Lényeg, hogy nem volt meg, és megpróbálták előkeríteni. És éppen Oradourban voltak. Oradour egy a
egy békés kisváros volt, ott tulajdonképpen amióta a németek megszállták Franciaországot, ez ráadásul a Vichy részhez tartozott, tehát egy relatív függetlenség, aztán nem történt semmi. És akkor megjelentek ott ez a német csapat, és felsorakoztatta, 600 valahány lakója volt ennek a városkának, és azon a címen, hogy a papírokat fogják ellenőrizni, lényegében kiirtották az egész falunak az egész lakosságát, mondva, hogy példát statuálandó, hogy mi történik akkor, hogyha egy németet elrabol. Különben most ez az az egészben egy ilyen sajátos elem, hogy az akkor érvényes, tehát még a második világháború érvényes nemzetközi jog szerint, bármilyen furcsának hallatszik, a partizánok akkor hajthatnak végre akciót, hogyha időben figyelmeztetik az ellenséget, megfelelő módon feltüntetik magukon, hogy ők mit akarnak csinálni, és egyáltalán szervezetten vonulnak fel. Amennyiben a partizánok nem így viselkednek, akkor a megtámadottnak joga van bosszút állni. Na most abban eltértek a nemzetközi jog szakértői, hogy egy ér ötöt lehet, egy saját áldozatért ötöt, de elvben ez létezett. Na most itt Oradurban az ugye hatalmas számú áldozat volt, ennek gyorsan elterjedt a híre. És mi történt? A csapat, amelyik ezt a borzalmas gyilkosságot végrehajtotta, néhány napon belül felmorzsolódott a csatákban. De megmaradt körülbelül 15 tagja, akiket 1953-ban bíróság elé állítottak Bordóban. Na de... akkor, és honnan jöttek ezek? Elzászból, ami ugye egy vegyes német-francia lakosságú hely, és ezek a fiatal emberek azt mondták, még akkor is viszonylag fiatalok voltak, hogy elnézést, mi nem tehetünk róla, hát részt vettünk benne, de hát mi parancsot kaptunk, és minket különben is kényszersorozással vittek be. Na most, ha ebben a helyzetben mondjuk halálra ítélik őket, vagy még akkor az elzásziakat, ugye akkoriban még konszolidálódó Franciaország elidegeníti egymásból, így néhány éves börtönbüntetéssel megúszták. Tehát ez mutatja a dolgoknak ezt a hihetetlen komplexitását, hogy milyen történelmet is kellett a múltban konstruálni ahhoz, hogy ezt így megúszhassák. Esetleg mondanék még egy ilyen borzasztó történetet, hogy, de aztán majd mondok derűsebbet, hogy a 44. március 23-a nem Magyarországon vagyunk, hanem Rómában. Ugye akkoriban már Olaszország nagyobb részét elfoglalták, Mussolini ott van északon, nagyjából biztosra lehet venni, tehát aki gondolkodó ember volt, hogy itt a németek nagyon sokáig nem fogják már bírni. Ez nagy. Nem is, és Rómát nem is tartották olyan nehéz esetnek a németek. Viszonylag kevés német volt, százas nagyságrendben. Mi történt? Ugye az olasz ellenállásnak több ága volt. Volt monarchista oldala, volt kommunista oldala, volt polgári oldala. És a kommunista oldal úgy gondolta, hogy hát készülni kell a háború utáni helyzetre, pozícionálni kell magunkat, és ezt akkor tehetjük meg, ha valami látványos dolgot csinálunk. És kifigyelték, hogy az egyik német század, német csoport, egy 33 tagból álló csoport minden nap mindig ugyanarra megy, és egy szemét tartóba helyezett bombával, távolról irányított bombával meggyilkolták ezt a merényletet, követtek el ellenük. Itt ugye az oradúri merényletet a helyi, annak a csapatnak a kapitánya rendelt el. Itt, ez mikor Hitler ezt meghallotta, őrületesen dühös lett, és kiadta a parancsot, ő személyesen adta ki a parancsot a megtorlásra. Volt egy előírás, ugye ezek közkatonák voltak,
ezt a németek általában követték, hogy egy közkatona meggyilkolásáért 10 áldozatot kell kivégezni, egy tisztér 50-et. És a helyi gestapo parancsnok megkapta a feladatot, hogy akkor legyen olyan kedves 330 embert kivégeztetni. Az volt a baj, hogy bármilyen ellenállás címén összesen 7 voltak börtönben, akkor akiket a gestapo letartóztatott. Ezért, akiket csak lehetett, összeszedett, de elszámolták magukat, elvitték őket egy barlangba, mert 335-en voltak. Amikor már ott voltak, akkor megszámolták, hát ez 335. És akkor elkezdte, 2 parancsnoka volt ennek a kivégzés végrehajtó csoportnak, most mi legyen? Hát ezen már nem múlik ezt az 5-öt is akkor, mert különben akkor elmesélik. Bár ez is egy ilyen fura dolog volt, hiszen pont az volt a cél, hogy elterjedjen a hír. Mégis hosszas hezitálás után ezt az 5-öt is kivégezték. A parancsnok a háború után elmenekült, amikor a gyilkosságot végrehajtották, ennek a barlangnak a bejáratát berobbantották, és 46-ban fedezték aztán föl, hogy ott mi történt, és több évtized után megtalálták ezt a pasast Dél-Amerikában, aki ezért felelős volt, és kiadatták, és pert is indítottak ellene. És miért? Azért az 5-ért. Azért az 5-ért. Mert hogy azért azt mégse kellett volna. Tehát, és végül, de ez nem itt, az illető 100 éves korában halt meg, végül ágyban párnák között, mert ugye már idős, már nem bárcsak. Pripke. És Villarrazella. Igen, Villarrazella, pontosan, akkor ismeri jól a történetet. Tehát nem akarok, sajnos elég sok ilyen történet van, de ez mutatja, hogy milyen nehéz a múlttal kapcsolatos igazságszolgáltatásként a történésznek, a igazságszolgáltatást akarván a történésznek fellépni. És záró gondolatként arra szeretnék utalni, visszatérve a bevezetőre, ugye, hogy a múlt és a történelem között ugye rengeteg ösvény van, de legalább 4 meghatározó ösvény, és ezek közül a 4 közül is különösen fontos a történelemtudománynak az ösvény és a politikának az ösvénye. Na most az élettapasztalatom és a szakmai tapasztalatom is arra utal, hogy addig nincs semmi baj, amíg a történészek történészként tevékenykednek, a politikusok pedig politikusként tevékenykednek, használva történeti utalásokat is. A probléma abból adódik, hogyha a politikus úgy tönteti fel az általa idézett történeti eseményt, vagy történeti utalást, mint megcáfolhatatlan igazságot, a másik oldal pedig az, hogyha a történész úgy gondolja, hogy csak az ő általa kikutatott, forrásokkal alátámasztott, számos lábjegyzettel ellátott eredmény fontos a történelem megismeréséhez. A történelem nem csak tanulmányokból és lábjegyzetekből áll, hanem érzésekből, gondolatokból, mentalitásokból. Ezt néha egy politikus sokkal jobban megérzi, mint egy történész, néha egy művész sokkal jobban megérzi, mint a politikus vagy a történész. Tehát arra kell vigyáznunk szakmánk gyakorlása során, hogy ne essünk szereptévesztésbe, és ha már látunk más kollégákat szereptévesztésbe, essünk a szerényen, de határozottan figyelmeztessük őket. Köszönöm szépen a figyelmüket.